Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, tanárainkat, kedves hozzátartozókat és mindazokat, akik szívesen megnézik tanévzáró videónkat. Ebben az esztendőben a koronavírus járvány következtében nincs lehetőségünk arra, hogy a LIS-teremben tartsuk a tanévzáró ünnepséget, beszámoljunk az év eseményeiről, kiosszuk a diplomákat. Ezért folyamodtunk ehhez a lehetőséghez, hogy egy ilyen videó formájában köszöntsük a hallgatókat, meséljünk, mi minden történt velünk ebben az esztendőben. Kérem, fogadják szeretettel! A 2019-es, 2020-as tanév rendben lezajlott egészen az első időszakig. Szépen elkezdhettük a tanévet, megkezdhettük az oktatást, működhettek, megvalósulhattak a koncertsorozataink, amiben nagy örömmel vehettünk részt, vagy akár hallgathattuk ezeket. Nagyon örültünk, hogy megvalósulhatott az országos klarinét verseny, az oknányi verseny és a fél év záró szemeszter időszakában a vizsgai időszak is rendben megtörtént. Aztán elérkezett hozzánk a koronavírus világjárványnak a híre, és minden bizonytalanná lett. Én magam átéltem azt egy ifjúsági koncert sorozatra készülve a kollégáimmal, hogy fél naponta változott, hogy játszhatunk, nem játszhatunk, megvalósulhat, nem valósulhat meg, és végül mégis elmaradt ez a koncert. Reméljük, hogy az őszi időszakban ezeket az elmaradt előadásokat, elmaradt koncerteket bepótolhatjuk. De ebben az időszakban nagyon izgalmas volt, ahogy a tanáraink, a hallgatóink bekapcsolódtak az online oktatásba. Mindenki rendkívül kreatívan, ötletesen megtalálta a megfelelő platformot, a megfelelő oktatási módszert, és ezúton is szeretném megköszönni tanárainknak, hallgatóinknak azt az áldozatvállalást, azt a rugalmasságot, amivel bekapcsolódtak ebbe az oktatásba. Nyilvánvalóvá vált, hogy a zenei felsőoktatás így nem megvalósítható, maradéktalanul nem tud jól működni, de az átmeneti időszakot úgy gondolom sikeresen áthidaltuk. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Hamarosan néhány videóbejátszással szeretnénk megemlékezni mindarról, ami történt ebben az esztendőben, fontosabb koncertjeinkről, hallgatóink szerepléseiről. Egy kis ízelítőt szeretnénk adni önöknek. De mielőtt erre sor kerülne, szeretném megköszönni Adrovic István tanár úrnak a munkáját, aki sok évtizedes oktatói munka után, amelyet a gitártanszakon elvégzett, vezette ezt a csodálatos részét az intézményünknek, most nyugdíjba vonul. Szeretnénk megköszönni mindazt, amit tett értünk, és azt gondolom, hogy egy különleges eredménye az ő munkájának, hogy most, amikor visszavonul, két volt növendéke veszi át tőle a stafétát. Ennél nagyobb eredményt szerintem egy tanár nem nagyon tud elérni az életben. Kívánunk a tanár úrnak nagyon szép éveket a következő időszakban. Most pedig akkor következzenek a videók. A következő percekben néhány videóbejátszással szeretnénk megemlékezni mindarról, ami ebben az évben, ebben a tanévben történt közöttünk. Válogattunk a koncertekből, amikből voltak felvételeink, és egyfajta sorrendbe állítottuk, így nem is időrendi sorrendbe, fogadják őket nagyon sok szeretettel. Az első műsorszám a Fúvós zenekarunknak a nőnapi koncertje. Karunk életében nagyon fontos a fúvós zenekar, hiszen minden részfúvós, fafúvós bekapcsolódik, az ütős hangszeresek is részesei ennek a nagy együttesnek, és rendszeresen minden évben nőnapkor egy fantasztikus koncerttel köszöntik a hölgyeket. Így volt ez idén is. Becker Gyula tanár úr vezetésével fogadják szeretettel ezt a részletet. Thank you.
Tamboren Trió következik. Nagy büszkeségünk ők, hiszen az országos médiában is megjelentek, mint a virtuózok versenynek az egyik győztese, és nagy öröm, hogy itt vannak közöttünk, és amennyire én tudom, a következő években is itt fognak tanulni. Fogadják szeretettel ezt a részletet, amely az évad indító koncertnek egy részlete volt. Karunk életében nagy jelentőséggel bír a Doknányi Kamaraverseny, amely hosszú évek, évtizedek óta már része a zenei felsőoktatási intézmények életének. Mindig hívjuk ide a társintézményekből a hallgatókat versenyezni, találkozni, megismerni egymást. Ebben az esztendőben is nagy sikerrel zajlott ez a verseny. Fogadják szeretettel egyik debreceni csapatunknak a műsorát, Schumann Ezdur zongora ötösből hallhatnak egy részletet. Személyes örömöm, hogy ebben az évadban útjára indulhatott a debreceni régi zene együttes. A régi zene játék, historikus előadásmód hamarosan egyre nagyobb tért hódít Magyarországon, és mi itt Debrecenben is megtesszük, amit megtehetünk ebben. A debreceni régi zene együttes tagjai, a zeneművészeti kar tanárai, vagy Debrecenben tanító egyéb kollégák és barátaiból áll össze. Egy rövid részlettel szeretnénk bemutatni, hogy ezt a vonalat is szeretnénk erősíteni karunk életében. Küldetésünknek tekintjük az ifjúsági koncerteket, amelyre meghívjuk a város általános iskoláinak kis nebulóit, hogy jöjjenek, hallgassák, ismerkedjenek meg a komoly zene rejtelmeivel. A következő részlet egy ilyen ifjúsági koncerten került felvételre, szintén az ütős hallgatókat hallhatják.
Az elmúlt évek során mindig egy-egy komolyabb produkciót is célként tűztünk ki hallgatóink, tanáraink elé, amelyben részt vehetett a szimfonikus zenekar, a kórus, esetleg szólisták is. Így volt ez idén is. Handel Messiásának egy rövidített változatát, egy kisebb keresztmetszetét mutattuk be, először itt Debrecenben, a Szent Anna Székesegyházban, majd később Budapesten. Jelentős esemény volt ez az életünkben, mind a két koncertről sikerült felvételeket készítenünk, néhányat szeretnénk ebből megmutatni. Elsőként Grega Csaba énekét hallgathatják, aki a mű elején lévő tenor áriát énekli. Még mindig a debreceni koncertből Kapi Zsuzsanna énekét hallhatják, egy rövid részletet. Ez már viszont a Messiás mű végéről való, egy gyönyörű ária, fogadják szeretettel. És végezetül a jól ismert Halleluja kórust szeretnénk megmutatni önöknek, legalábbis annak is egy részletét, amely már Budapesten a Szent Angyalok templomban hangzott el, és nagyszerű módon kedves barátaink rögzítették, majd pesti tévéadókban is bemutatták ezt az előadást. Nagy öröm és nagy siker volt ez a számunkra.
Tanévzáró eseményeinknek fontos része, hogy egy-egy frissen diplomázó hallgató műsorából bemutatunk valamit, hogy mindenki lássa, hogyan végeznek nálunk a hallgatóink. Most nagyon-nagyon kevés felvétel állt rendelkezésünkre, de ebből is kiválasztottunk egyet, Jantyik Hanna, Philipp Emanuel Bach D-moll fuvola versenyének harmadik tételét játssza, illetve abból is csak egy részletet tudunk megmutatni. Ahogy elérkezett hozzánk a karantén időszak, egyre több videó került föl, amit házilag vettek föl a hallgatók, a tanárok, és a nálunk működő, igen aktív Gulyás György szakkollégium hallgatói is bekapcsolódtak ebbe, és egy saját koncertet hoztak létre. Befejezésül ebből szeretnénk egy rövid részletet mutatni, ami kifejezetten kreatív karanténkoncert, ugyanis Kolics Máté, ütős hallgatónk, ütő hangszerek nélkül, de mindavval, amit otthon talált, háztartási eszközöket, megmutatja, hogyan lehet igazi, jó műsort, koncertet így is megmutatni. Köszönjük a figyelmüket! Thank you.
elég sok nehézséggel kellett szembenéznem, sajnos látássérülés miatt műtétekre kellett mennem, de nagyon segítőkészek voltak a tanárok is, és pozitív véleményem van az egyetem hozzáállásával kapcsolatban, hogy tényleg mindig segítettek mindenben, úgyhogy sikerült végül is elvégeznem. Köszönöm. Köszönöm szépen a közös munkát, remélem, hogy jövőre folytatjuk. Fantasztikus volt ez az 5 év, imádom a tanáraimat. Nagyon sok szakmai tapasztalatot gyűjtöttem ebben a 3 évben. Köszönöm szépen. Nagyon szerettem erre az egyetemre járni, nagyon jó volt a főtártanárom. Nagyon élveztem a tanszakkal való közös munkákat, és hát szerettem ide járni. Köszönöm szépen a Debrecen Egyetem Zeneművészeti Karának ez a 3 éves képzését, és köszönetet szeretnék mondani még tanáraimnak, dr. Szabó Istvánnak és Szalai Tamásnak is. Hálásan köszönöm tanáraimnak azt a rengeteg jót, amit tőlük kaptam az elmúlt 5 évben. Itt tanultam meg mindazt, ami a következő, elkövetkezendő életem során mondhatni az alapja lesz annak, ami alapján én dolgozom, ami alapján igyekszem fejlődni és előre haladni az életben, mint a zenei és mind a zenei világban. Köszönöm mindenkinek. Hát büszkén vettem át ezt a diplomát, és nagyon szépen szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogattak engem ebben a 3 hol nehezebb, hol könnyebb évben. Először is a legnagyobb köszönet illeti dr. Szabó Istvánt és Szalai Tamást, a főtártanáraimat, illetve a családomat, és mindenkit, aki mellettem állt ezekben az időkben. Nagyon jól éreztem magam itt, és remélem, hogy még el is fogok itt tudni tölteni pár évet, úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek, aki mellettem volt. Hálás vagyok a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának az elmúlt 5 évért, amellett, hogy nagyszerű tanároktól tanulhattam, életre szóló barátságok is kötettek. Mindig örömmel fogok visszanézni az elmúlt időszakra. Nagyon szépen köszönöm a tanárainak a kitartó munkájukat, a dékán úrnak is, illetőleg, hogy megtanulhattam azt a fogalmat, hogy polimodális kromaticizmus. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. I feel very lucky. I have this opportunity. I can study in Debrec University, and I want to thank all my teachers, especially my professor, Dr. Tomás. I just really appreciate it. Thanks. Ez egy nagyon, nagyon különleges hely. Nagyon meghatározó emberekkel találkoztam itt, barátokkal, tanárokkal, zenészekkel, fantasztikus koncertekkel, hatalmas bulikkal, napfelkeltékkel. Egy szerelmetes esetét volt. Nagyon köszönöm, hogy itt tanulhattam. Nagyon jól éreztem magam ebbe a 6 évben. Rengeteg sok új barátot szereztem, nagyon jó volt a ütőtanszaknak a részese lenni, és nagyon tetszett az, hogy ilyen sokan vagyunk, nagyon jókat tudtunk együtt dolgozni. Köszönöm szépen! Szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, akik nélkül ma nem állhatnánk itt az okleveleinkkel a kezünkben. És mivel nem volt hagyományos diplomóztunk, és a sapkadobás is elmaradt, ezért ezt most mi szeretném megtenni. 3, 2, 1. Sajnos idén nem tudtunk személyesen találkozni, személyes jelenléttel tanévzárót tartani és átadni a diplomákat. De így ezzel a kis videóval szerettünk volna gratulálni és megköszönni mindenkinek az ezévi munkáját. Most, hogy átveszik a diplomájukat és elindulhatnak a nagybetűs életbe, lesz, aki majd nálunk folytatja a munkáját, mesterszakon, lesz, aki már kilép az életbe, és elhelyezkedik valahol egy zenekarnál, egy zeneiskolában, valahol a szakmában. Kívánjuk, hogy megtalálják a számításaikat, és tudjanak boldogulni. Mi zenészek egy különös emberfajta vagyunk, akiknek megadathat az a lehetőség, hogy amit legjobban szeretünk, zenélni, a zenéről beszélni, a zenéről megszerzett tudásunkat továbbadni, ez lehet a szakmánk, ez lehet a kenyérkeresetünk. Kívánom, hogy így éljék meg, és így találjanak állásra, lehetőségre, munkahelyre, ahol ki tudják hozni magukból a legjobbat, a legtöbbet. A Gyűrűk urából szeretnék egy rövid idézetet mondani, amikor Gandalf, a nagy mágus,
Frodóval, a kis hobbittal beszélget egy nagy csata előtt, és azt mondja, nem választhatjuk meg, hogy milyen időkben éljünk, de azt megválaszthatjuk, hogyan éljünk ezekben az időkben. Nem választottuk a koronavírust, nem kerestük, mikor elkezdtük a tanévet, nem tudtuk, hogy így fogjuk befejezni. Most sem tudjuk, hogy mi vár ránk, mi lesz a folytatás. De azt rajtunk múlik, hogyan reagálunk és hogyan élünk ezekben az időszakokban. Kívánom, hogy találják meg a számításukat, kívánom, hogy sikerüljön boldogan, felszabadultan élni, kreatívan bekapcsolódni a társadalomba, a munkahelyi dolgokba, és kívánom azt, hogy a következő időszak bármi is történjen a világban, boldogan teljék az önök számára. Ezennel a 2019 és 2020-as tanévet bezárom. Köszönöm a figyelmet!